Az József! Nem tudok én ebből visszaadni. Nem is kell. Többet is kapsz, ha okos vagy. Akkor ez se kell. Te kis liba, te! Okoskodj! Én nem is tudom, mi kell nekem rajta, de egy hete mióta ide jársz, egészen megvadulok, ne butáskodj! Engedjen el! Az anyád, hát téged csak azt tud lefektetni, aki elrabolni! Kevesebbet fizettek. Nekünk is. Mit szól ehhez András bátya? Gyerünk. Balázs Mihály! Hibás az elszámolás. A számtartó mondta, hogy mindenkitől vonjunk le 10% szegődési díjat. Ez neki jár. Majd megmondom én mindjárt, hogy mi jár neki. Hol a számtartó? Nem tudom. Hol a számtartó? Biztosan az irodájában. Azt mondanánk, hogy ha Ghost elküldi, akkor mi sem dolgozunk. Akkor mehettek a fenébe. Annyi embert kapok helyettetek, mint a nyű. De hiszen az Istenét, akkor inkább egy pusztuljon, mint 14. Igaz. Gyere, Marika. Menjenek és folytassák a munkát! Nem szégyelik magukat. Miért? Mert úgy eldobták a legjobb társukat, mint a rongyot! Ezért a tetves! Hát élni kell! Öt gyerekem van! Feleségem, beteg anyám! Élni kell! Azt a kegyetlen, keserves úristeni! Hova mész, Jani? Hát azt hiszi, hogy ezek után én magukkal maradok? Ilyen roncs néppel, piszkokkal! Tű!